Legutóbb 4 évvel ezelőtt koncertezett Budapesten, legközelebb pedig 2,5 hét múlva tér vissza a magyar fővárosba Enrique Iglesias. Nice to see you. A latin popzene királyának is hívott spanyol származású énekes évtizedek óta Miami-ban él. Onnan adott exkluzív interjút internetes videókapcsolaton keresztül a Fókusznak. Izgatott vagyok, meg egy picit ideges is, de persze maga biztos is, hogy jól sikerüljön a fellépés. Tavaly évvégén fejeztük be a turnét Észak-Amerikában, majdnem ugyanazt a showt visszük át hozzátok, így már most jó érzéseim vannak a magyar koncerttel kapcsolatban. Ez lesz ugye a harmadik alkalom 18 év alatt, hogy eljutok Budapestre. Budapest. 1999-ben a Bailamosszal robbant be a nemzetközi slágerlistákra Enrique. Ez volt az első, csak nem teljesen angol nyelvű felvétele, és személyesen Will Smith kérte meg arra, hogy akkori filmjének, a Vadi új vadnyugatnak a filmzene albumán szerepeljen Iglesias dala. Azóta több tucatnyi világslágert énekelt a most 47 éves, többszörös Grammy-díjas Enrique Iglesias. Klipjeiben szerepeltek filmsztárok, például Jennifer Love Hewitt vagy Mickey Rourke. 2001-ben forgatta Escape című dalához a klipet, ebben volt benne a sikeres teniszcsillag, az orosz származású Anna Kurnyikova. Azóta most már 21 éve együtt vannak. Akkor már egy kicsit ismertük egymást egy közös barátomon keresztül, de a videóklip forgatása alatt kerültünk igazán közel egymáshoz. Nagyon vicces ennyi év után mindig újra nézni a klipet, főleg amikor a gyerekeink kérik, hogy mutassuk meg nekik, akkor kérdezik, hogy mama, papa, azok ott ti vagytok? Kurnyikovával 3 közös gyerekük született, köztük egy ikerpár. Enriquének a koronavírus járvány alatt nem voltak koncertjei. A leállást arra is használta, hogy családjával lehessen minél több időt. A 2 otthon töltött Covid év alatt nagyon sok időt tölthettem a családommal, és hosszabb ideig láthattam a gyerekeimet, és láthatom őket felnőni. Ha turnéztam volna, akkor ez minden bizonnyal kimaradt volna az életemből. A legkisebb lányom még csak 2,5 éves, az ikreim pedig már több mint 4 évesek. Abban a korban vannak mindhárman, hogy szinte napról napra változnak, ha rájuk nézel. Enrique szeretettel beszél feleségéről, és arról is, hogy mi kapcsolatuk titka. Iglesias többször duettezett gyönyörű nőkkel is, többek közt Whitney Houstonnal, Nicole Scherzingerrel, vagy Kerisszel. Azt mondja, Anna Kurnyikova nem volt féltékeny rájuk. Türelem és megértés, törődés. Ezek jutnak eszembe a házasságunkról, és tudatában kell lenni, hogy vannak jó és rossz időszakok. Szerintem erről szól egy jó kapcsolat. Nem lesz minden és mindig tökéletes. Mi sem vagyunk egy tökéletes pár. Nekünk megvannak a harcaink, csak úgy, mint sok más párnak. De tagadhatatlan az a szintű szeretet és tisztelet, ami köztünk van. Enrique apja a szintén világszerte ismert énekes Julio Iglesias. Ő több mint 250 millió albumot adott el, 14 nyelven énekelt, és összesen 77 nagy lemeze jelent meg több évtizedes karrierje alatt. Tartjuk persze sűrűn a kapcsolatot. Jól van szerencsére. Nem beszélünk minden nap, de tudom, hogy minden oké vele, és testvéreim is sokat mesélnek róla. Enrique Iglesias júniusban csupán 3 európai nagyvárosban lép fel, Budapestről csak jó emlékei vannak. Budapest nagyon gyönyörű város, és most, hogy kérdezed, persze a 2018-as koncertre emlékszem, de még bennem van az az élmény is, amikor először léptem fel Magyarországon, mert az egy szabadtéri helyszín volt, ezért volt különleges a hangulat. Turnézni még a jövőben is biztosan fog, viszont klasszikus értelemben vett albumot már nem ad ki, a hamarosan megjelenő Finál című nagylemeze után. 2015-2016 környékén döntöttem ezt el, és ahogy több másik interjúban is elmondtam, a dalírást és a produceri teendőket a jövőben sem hagyom. De hogyha az album klasszikus formátumáról beszélünk, akkor ebben a formában ez lesz az utolsó. This will be my last album. Köszönöm. Ezt a magyar szót már biztos elmondja majd Budapesten Enrique Iglesias, mivel a Fókusz riportere megtanította neki. És ahogy korábbi koncertjeim már megszokhatták a rajongók, néhányan közülük biztosan kapnak majd puszit is a latin szívtiprótól.